Wow. Mit művelt az EA Sports ismét? Itt megérkezett a Festival of Football Season 7, Season Progress. Van új EB mód, érkezik az EB. Nézzük, hogy mik érkeztek, mik változtak, mert eszméletlen dolgok vannak. Season Progress-el fogunk kezdeni, ami szerintem valaha volt legjobb Season Progress. Ugye itt is ugyanúgy XP-ket kell szerezni, mint mindig, de annyi játékos van, meg annyi lehetőség, és ezt az itt az elején hozzá szeretném fűzni azt, hogy ez mindegyik, az összes lap, amit itt láttok a Season Progress-be, tud fejlődni. Van ingyen Puskás, Rafinha, sok mindenki. Nézzük! Az első játékosunk az egy bolíviai Caspedes, 3 skill moves, 4 végfut. Nyilván ez az első oldal, ez annyira nem lesz jó valószínűleg, de amúgy tök jó lapok. Úgyhogy én itt már az elején el szeretném azt mondani, hogy én elgondolkodok azon, hogy így most innentől kezdve hagyjuk azt a csapatot, amit megépítettünk, és próbáljunk meg ilyen új lapokkal építeni csapatot, és ilyenekkel játszani, mert ez a lényege igazából ennek a promónak, hogy jön a EB, jön a, ez a feeling, és amúgy, és játszok, hogyha szeretnétek ti is ilyen hasonló mezeket, akár ilyen magyar mezt is vásárolni, akkor látogassatok el mindenféleképpen a Google Shop oldalára. Vannak kedvezmények, meg hogyha a linkemet vagy a kódomat használjátok, amit a leírásban megtaláltok, akkor tudtok engem is támogatni. De nézzük tovább, ugye bár itt is mindenkinek ugye 3 playstyle-ja lesz, vannak olyan emberek, akiknek 4 is lesz, de itt látjátok, hogy hogy tudnak fejlődni ezek a lapok. Külön fejlődési módjuk van ugye az EB-s meg a Copa Amerikás lapoknak, meg külön fejlődési módjuk van az ikonoknak, de ezt majd mindjárt megnézzük, ugye nyerniük kell, tovább kell jutniuk a sima lapoknak, az ikonoknál meg az országoknak gólokat kell rúgniuk. Itt megyünk tovább, itt amúgy még van mellette egy 83-as sima pack is, 81x5-ös Copa America Nations pack, Tifo, itt megint van egy 82x2, ezeket szerintem nem érdemes kivenni, mert itt kapsz vissza egy meg kettő játékos, mi értelme van annak? Ezek a lapok meg ugye fejlődni tudnak. Itt van egy 3-4-es, megint csak egy picit rosszabb lap talán. Romániából Ratiu, amúgy tök jól néz ki a lap, ez is szerintem ugyanúgy van neki 3 playstyle-ja, fantasztikus ez az már most. Utána itt 5-ös színnél kapsz egy 81x5-ös Euronations packet, és nézzétek meg, mennyi játékos van. Itt is 82x2, vagy Carrasquilla, ugye Panamából, tud Rice Winget és Rice Midet játszani, megint csak 3-4 talán az egy kicsit probléma neki, de megint csak eszméletlen statjai vannak, szerintem tök jól néz ki. Nyilván a Team of the Season-ökhez képest talán annyira nem jó statjaik vannak, de ezek a lapok még egyszer mondom, hogy tudnak sokat fejlődni. És ugye tudnak kapni playstyle-okat, sima egy overall ratingeket, vagy 5 skill 5 vígfutot, meg ilyeneket. Utána itt megyünk tovább, van megint egy Stadium Team, utána itt megint egy 83x3, vagy egy Cigánkov, ugye Ukrajnából, tud ő is CM-et meg Camot játszani, nagyon jó pace. Na ez, erre a lapra azt mondom, hogy igazából ez nagyon jó most már, szerintem. Neki is, ezek a playstyle-ök sokat hozzátesznek neki szerintem, Finesse Plus, Technical Plus, Quick Step Plus, emellett meg még van neki sok minden más. Utána itt megint Tifo, utána Vicario, vagy egy 83x5, de szerintem amúgy ezeket a lapokat érdemes kivenni. Nyilván ez a lap nem fog valószínűleg Playstyle Plus-t kapni, ezért lehet, hogy akkor is adnak neki egy plusz ratinget. Úgyhogy ha Olaszország megnyerni az EB-t, akkor ez a lap lehet, hogy lenne, mit tudom én, 1, 2, 3, 4, 96-os ratingű lap 5 skill-lel 5 vígfuttal lehet. Nem tudom. Utána megyünk tovább. A Badge 83x5-ös Copa America Pack, Tapia. Tapia. Na erre a lapra már most innentől azt mondom, hogy ezek fantasztikusak mindegyik. Tud CB-t játszani, és én szerintem ezt a lapot ott is játszhatnám, mert a dribblingje meg a passingja nem a legjobb, de amúgy jó.
és azon kívül meg amúgy megint csak fantasztikus statjai vannak, Arial, Anticipate, stb. Bár még ezek a lapokat lehet, hogy egy picit nehezebb lesz beépíteni, mivel perui, panamai, ilyenek, de mondjuk ez például pont La Ligás játékos. 83x5-ös Euro Pack, utána Hisai vagy 81x11. Ez alap is tud mindkét oldalon játszani, 3-as week footja van, ami lehet egy picit problémás, de megint csak 90 plusz, és szerintem nem is kell nagyon nézni a statokat, mert itt igazából mindenki jól néz ki már. Megyünk tovább, Animated Tifo Brozovic, vagy 81x11 megint, ez alap is 4-4, Anticipate, Bruiser, Relentless, eszméletlen. Megyünk tovább, Mexikó vagy Lengyelország, Mezek, utána meg egy Tierney, ugye Skóciából, ugye Skócia ellen pont játszani fognak a magyarok, remélhetőleg akkor ez a lap annyira pont ellenünk nem fog fejlődni, de majd meglátjuk, nagyon jó left back igazából, ő csak left back pozícióba tud játszani. Ó, ezt nem is láttam. Beraktak ugye egy új gólörömöt a Palmernek, a Cold Palmer Celebration-t, és ezt meg is lehet itt kapni Ultimate Team-be 20-es színnél. Ezt nézzétek meg, hogy mennyi játékos van, meg mennyi pack. 84x5 vagy Balogun, 5-ös week foot-tal, ezek már a lapok igen, ezek már igen jól néznek ki. Finesse plus, meg minden fantasztikus dolog. Talán egy kicsit a fizikája, meg a staminája nem a legrossz, nem a legjobb, de lent lesz-e, van neki sima. Utána megyünk tovább, van egy Premier League és kapus, meg egy 84x5, Dudekkel ugye egy 6-2 magas kapusok, igazából majdnem, hogy mindegy, de azért ki lehet venni. 85x2, akkor itt van a Santiago Jimenez 4-4-jel, sajnos nem adtak neki 5 week footot, vagy valamit, de megint csak 94, 95, 93, 94-es statok, jó kis playstyle-ok is. Itt is 85x3-at lehet kivenni, Klausnál 84x10-et, de itt szerintem mindenféleképpen a Klauszt kell kivenni. Nem hiszem, nem akarom elhinni azt, hogy adtak egy francia játékost a Season Progress-be ingyen. Mert ez a lap simán lehet, nagyon-nagyon-nagyon simán lehet, 5 skill, 5 weak foot, 4 playstyle plusz, és 97-es, vagy 98-es ratingi. Tovább megyünk, 87x3 vagy Sanchez, Alexis Sanchez, 5 skill-el 5 weak foot-tal, nincsenek szavak megint, finesse plusz, flair. A finesse plusz meg a flair azért jó, mert nekik ilyen extrább a finesszük, hogyha a flair miatt amúgy. Úgyhogy a flair se rossz annyira, hogyha van finesse plusz-a valakinek. 85x3 Copa America meg Europack, utána Bernardo Silva, 5 weak foot-tal. Tud CM-et, right mid-et, right wing-et játszani, meg camot, és védekezési statjai is vannak. Azon kívül meg 98 dribbling, 97 passing, és ez a lap is simán lehet 5-5 és 97-es vagy 98-as ratingű, hogyha Portugália, bár mondjuk az EB-t valószínűleg nem fogja megnyerni, de eljuthatnak valameddig biztos. 83x20, és ezt az oldalt nézzétek meg, ezt az oldalt nézzétek meg, mi ez? Barcelona, Barcelona, Real Madrid, két ikon, mert amúgy itt még van egy Gerard is. Rafinha, 5 week foot-tal, és ez a lap megint, hogyha Brazíliának simán van esélye arra, hogy megnyerje a Copa Amerikát. 98-es rating, 5 skill, 5 weak foot. És már most 99 pace, 91 shooting, 96 dribbling, 95 passing. Talán az a problémája neki, hogy nincsen olyan jó passing playstyle egy se, meg power shotja van, meg amúgy ezeket elég jó neki. 84x20, Memphis, Depay, 5 skill, 4 weak foot, csatár left wing, Barcelona past and present, 96, 96, 95, 93, 93 statok. Finesszel, meg neki is ugye van kicsi flairje, first touch-a, trivellája.
van itt választási lehetőségünk, de elértünk ahhoz, hogy 4 PlayStation Plus alapból, mert van egy Steven Gerrardunk, akinek 4-5-je van. Ez alap is eszméletlen. Ez alap is fantasztikusan néz ki. Sőt, akik ilyen angolok, meg ilyen fanok, Liverpool szurkolók, azoknak kötelező. De itt van mellette, amit hiányoltunk, Toni Kroos Endofenéra, 5 skill, 5 weak foot. Talán egy kicsit a pace elosztása érdekes, de... És 4 darab PlayStyle plusza van. És hát itt valószínűleg, hogy valakik, akik nem azok ki fogják venni 88x5-öt, mert az is egy nagyon jó pack lehet. De ez alap, az ikonok ugye úgy fejlődnek, hogy 2-4 gólt kell rúgni az országnak. Ha a magyarok rúgnának 2-4 gólt, akkor ugye fejlődne ez alap. Hát valószínűleg egyet, meg kapna még egy 99-es statot, mert 5 playstyle plusz valószínűleg nem fog kapni. 4 skillje és 5 weak footja van a puskásnak, 99 shootingje már most, 97 dribblingje, 95 pace, 96 passingja. Talán a fizikája nem a legjobb, de az kit érdekel. Finesse plusza van, first touch-ja, press proven-je, meg quick step-je. Nem mondanám, hogy lehetne neki jobb playstyle-ja, mint például egy pink pass, vagy deadball, vagy valami. De ez alap kötelező. Elérte ezzel az EA Sports azt, hogy június, július, augusztusban grindoljuk a játékot. Mármint nekem. Én, aki tudja, azt tudja, hogy én most 2-3 hete nem hagytam abba a játékot, de sokkal kevesebbet játszottam, mint idáig. Most lehet, hogy vissza fog húzni ez a játék. Itt még jött olyan, hogy tegnap este jött ilyen futchamps bónusz cucc, hogyha nyertek meg játszatok, ez ilyen szokásos, piros evóért, meg sok pekkekért. Játszatotok kell, nyernetek kell, 35 napotok van rá, ugye VL-be. Itt még jött XP nekünk, ugye weekly, meg daily, lehet sok mindent szerezni. Van egy ilyenünk, ahol a season progressben lévő játékosokkal kell minimum 4-gyel vagy 7-tel nyernetek meccseket, meg játszanatok. XP-ért cserébe, meg egy 87x2-ért. Itt kell játszanatok 5 argentinnal, 2 kanadaival, 5 argentinnal, meg argentinnal gólozokat rúgni, nyerni, meg játszani. Itt is XP-ért, meg pekkekért. Meg valószínűleg, hogy ez minden héten, vagy minden nap, vagy nem tudom, jönni fog egy ilyen friendly játékmód, ahol egy nemzettel kell lejátszanatok, meg nyernetek, meg gólt rúgnatok cupba, megint csak pekkekért és XP-ért cserébe. Azt meg is nézhetjük, hogy hogy néz ki, mert fogalmam sincs, van Nation, a Frenzy. Lone játékosok 2, Country maximum 1, Max Chemistry 93 max rating, és nincsen le korlátozva semmivel, és amúgy Max Chemistry is, szóval meg lehet csinálni, csak attól függ, hogy milyen divisionbe vagytok ugyebár, hogy mennyire lesz nehéz, de amúgy kötelező azokat is megcsinálni. Emellett még SBC, meg evolúció, meg ilyenek nem érkeztek, mert ugye még csak csütörtök délután van éppen. Amit még meg tudunk nézni, az a FootChamps, meg a Rivals Reward, mert ezeket is update-elték. A FootChamps-be, hogyha elérsz mondjuk 11 wint, akkor visszakapjuk ilyen sima player pickeket. Még amúgy vannak piros pickeknél FootChamps-es Ultimate Tots pickek, meg amúgy itt kapunk, hogyha kicsit, mit tudom én, rank 3-ok vagytok, vagy ilyenek, akkor kaptok ugyanúgy Team of the Season packet, de amúgy kaptok még ilyen EB-s meg Copa Amerikás packeket is, ha jól tudom. De az a baj, hogy így igen, az a baj, hogy így rank 3 után, azt hiszem. Meg amúgy az Ultimate Tots packek is mindegyik untradeable.
Úgyhogy nagyon-nagyon megy az EA Sports afelé, hogy ne nagyon tudjunk szerezni dolgokat, a coint leginkább. Amit még itt akartam nektek mutatni, hogy itt van az összes játékos, ezt valószínűleg most nem fogjuk megnézni egyesével, meg hogy milyen chemistry-t kell rájuk rakni, stb. De hogyha kommentben van valami kérdésetek, akkor mindenféleképpen tegyétek föl, meg valószínűleg, hogy az EB módot is, meg ezeket a játékosokat, az objektíveket, mindent a mai élőadásunkban Twitch-en fogjuk játszani, megnézni, úgyhogy ha nem lennétek ott is bekövetve, akkor gyertek nyugodtan, ott is jól el szoktunk beszélgetni, Discord link is lent van a leírásban, TikTok link is, Twitch link is, a Google Shop oldala is, mindent megtaláltok a leírásban. Emellett hozzá szeretném még fűzni, hogy itt van, akik, hogyha kimentek az Ultimate Teamből, és lefrissítettétek ugye a játékot, van egy EB mód, egy UEFA Euro 24, ahol tudtok kickoffba játszani, vannak ilyen tournamentek, ez is offline tournament az a baj, ha kiválasztjátok mondjuk Magyarországot, vagy akármelyik nemzetet, akkor player, vagy player karrier, vagy hát a tudjátok irányítani a csapatotokat, hogy megnyerjétek az EB-t, ugye, de az is offline. Friendly-t tudtok barátaitok ellen játszani, meg lehet, hogy nem barátaitok ellen is játszani egymással. Meg amúgy van egy ilyen European Journey cucc, ahol Ultimate Teamhez tudtok szerezni rewardokat. Csak azt láttam, hogy az a baj, hogy ezt még itt a végét nagyon nem tudjuk, hogy mi lesz, de előtte ilyen loan-ok meg ilyenek vannak. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy fogják-e update-elni EB alatt, hogy lehessen valami jobb dolgokat szerezni, de legalább Ultimate Teamhez a EB-s módba tudunk szerezni egy-kettő dolgot. Amit még itt tudunk nézegetni, az az, hogy ugye ilyenek majd a kártyadizájnok, ebből lesz nagyon sok. Itt ugye látjuk azt, hogy hogy működik a player upgrade, 1 win 1 rating, 3 win 1 playstyle plus, 1 win, ja nem, a negyed döntőbe nyernek 1 rating, a elődöntőbe nyernek, akkor 1 rating vagy 5 skill 5 weak foot, és hogyha a döntőt is megnyerik, akkor még egy ratinget kapnak. Az ikonok meg úgy működnek, hogy a nemzet 2 gól, meg a nemzet 4 gólt rúg, és akkor egy rating és egy playstyle, vagy 99-es stat. Vannak még ilyen új loan type-ok is, ami valószínűleg, hogy olyasmi is lesz, mint a VB-n volt tavaly, vagy tavaly előtt, vagy mikor volt az a piros játékosok. Azt remélhetőleg, hogy nem fogják elrontani annyira, meg hogy nem lesz annyira értelme a dolognak, remélhetőleg. De július 16-áig lesznek bent ezek a globális loan cuccok. Még egy fülünk van, ami hozzáadtak egy új cselt, nem tudom, hogy ezt meg tudjuk-e nézni. Van egy új csel a játékba, amit a így tudtok megcsinálni. Bent van a Palmernek a Cold Celebration-je, ami szerintem egy tök jó dolog. Meg hozzáadtak dolgokat így manager karrier módba, pro clubsba. Meg, ami még nagyon fontos, hogy 27 új fej modellt is beraktak a játékba, vagy frissítették. És van köztük 3 magyar is. Van a Schaefer, a Szalai Attila, meg a Gazdag, azt hiszem. Meg sok más. Amúgy van a Rodrinak, a Pedro Porrónak is frissítették, meg jó sok mindenkinek. Úgyhogy nagyjából így ennyit erről. Itt ugye látjátok még amúgy a Rivals Rewardot az előbb a futcsám, szóval nem néztük meg. De Elite Division-től Division 3-ig kapnak az emberek 90 pluszos tots pikkeket, 92 pluszos tots pikkeket, meg 92x3-os tots pikkeket, de szerintem az csak Elite Division-nél. Mindenféleképpen nézzetek rá ezekre a Rivals rewardokra, meg Futchamps rewardokra, meg az egész Season Progressre. Elite Division-től Division 4-ig pedig vannak ilyen EB-s, meg Copa Amerikás player pack-ek is. Szóval Division 3-tól felfelé nagyon jó rewardok vannak. Ami még egy fontos dolog, az az EB-nek van egy tök jó intrója, azt mindjárt megnézzük. De amúgy, aki nem tudná, ez az egész promó holnap péntek este fog kezdődni. Lesznek ikonok, lesznek hírók, lesznek sima játékosok, lesz Rivaldo,
lesz Di Natale, Petit, Hagi, Hernandez, Capdevilla, ezek csak az ikonok meg a hírok, még sima játékosokat nem nagyon tudunk, Vidic, Koeman, nagyon sok mindenki lesz, nagyon sok mindenki, ugye a Puskás meg a Klose már bent van, lesz egy Frenkie de Jong, ez talán az első ilyen játékos, sima játékos, meg ja, itt vannak egy páran, de Jong, Kvaratskhelia, Chiesa lesz, így ezek a líkek vannak úgy nagyjából jelenleg szerintem, meg egy Araújo is érkezni fog, és ez mindegyik path to glory, szóval ezek tudnak fejlődni, szóval most nekem van egy Araújo, de mondjuk nekem van egy 96-os Araújo most, kíváncsi leszek, hogy ez mi lesz a különbség a kettő között, meg hát ezek nyilván sokkal drágábbak is lesznek, meg hát itt van az intrója az EB-nek, ezt még nézzük meg, szerintem nagyon jó ez az egész. Úgyhogy mindenféleképpen kommentben várom a véleményeteket erről az új seasonről, srácok, meg az EB módról, meg ezekről a Path to Glory játékosokról, Festival of Football, mindenről, amiről a ma érkezett, és tényleg a mai streambe, Twitch-en, élőadásba ezeket fogjuk csinálgatni, ezeket fogjuk nézegetni. Mondom még egyszer, hogy lehet, hogy csinálni fogunk egy teljesen új csapatot, és csak ilyen új játékosokkal fogunk mostanában játszani, majd ezt meglátjuk. Lehet, hogy qualizni fogunk a VR-re. Meg lehet, hogy amúgy a Rivals Reward az holnapra elrakom, majd ezt még eldöntjük később. De mindenféleképpen, ha nem lennétek feliratkozók, akkor iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok ezt a videót, hogyha szeretnétek még hasonló tartalmakat látni. Kommentbe várom a véleményeteket, meg hogy milyen tartalmakat szeretnétek, akár IFC-s, akár nem IFC-s tartalmakat a jövőbe látni. Minden linket lent megtaláltok a leírásba. Legyetek jók, sziasztok!